Egyik sportág képviselői sincsenek könnyű helyzetben, a koronavírus járvány okozta különleges körülmények közepette, nincsenek versenyek, meccsek és még az edzés lehetőségek is minimálisra csökkentek. Különösen igaz ez az úszókra, aki csak az amúgy sem túlzottan kedvel szárazföldi munkát végezhetik, mivel az úszómedencék egyelőre tiltott területnek számítanak számukra. A nyíregyházi sportcentrum két tucatnyi úszója kis csoportokban próbálja szinten tartani fizikai formáját a Continental Arena erősítő termében. Sajnos csak szárazföldön vagyunk, tehát az izi munkát nem nagyon tudunk végezni. A futóedzések, illetve a kis csoportos szárazföldi kondicionál edzések zajlanak. Figyeljük a történéseket, ugye hát megjelent a sajtóban, hogy a Szabó Tünde államtitkárasszony engedélyével újra indulhatnak az edzőtáborozások a válogatott kerettagoknak. Ami nekünk ugye egy-két embert érintene, a két legnagyobbakat, de az edzés lehetőség az továbbra is vízfüggő, úgyhogy először is várjuk, hogy legyen az úszodába víz. Mivel azt még nem lehet tudni, hogy mikor indul el ismét a versenyidőszak, nem könnyű motiválni a sportolókat. Egyre jobban küzdünk ezzel a dologgal, látjuk rajtuk a fásulás sajnos. Megpróbálunk mindent, tehát új gyakorlatokat online és személyesen. Kis versenyt szerveztünk a múlt héten, ilyen kilométergyűjtés futóversenyre, és a gyerekek a telefonjukra töltött applikációnak a képeit elküldve csináltunk egy kis versenyt, hogy ki hány kilométert teljesített a héten. Tehát próbáljuk a versenyszámot is fenntartani, de erősen küzdünk vele, hogy a motiváció továbbra is valamilyen szinten fenntartsuk. Az ifjúság Európa-bajnokságot tolták el, amire azt mondták, hogy augusztus vége szeptemberbe meg lesz tartva, de hát ahhoz már lassan elkezdenek ezt az edzés, mert az is már 3 hónapot csúszott az eredeti időponthoz képest, de ami Magyar Úszó Szövetség honlapján megjelen még a hét elején, a Vladár Sándor elnök úr felrakta, ugye 27-ig még tart az állapot, a jövő héttől indulhatnak a szervezések, tehát ilyen konkrétumokat jövő hét elején tudunk majd, hogy hova lehet menni esetleg, és hol van lehetőség edzőtáborozni.